Sziasztok! A mai videós bejegyzésben egy olyan klasszikus fegyvert hoztam el számotokra, amely azt gondolom, hogy nem csak itt a nyugati határszélen gyakori, és határozza meg a használt fegyverpiacot, illetve az elképzelést a használt, igazi klasszikus használt fegyverekről, hanem országszerte most már nevezhető egy elterjedt fegyvertípusnak, és mai napig közkedvelt célja mondjuk egy külföldi fegyverbehozatalnak. Kecskés Robi vagyok, és a mai fegyver, amit szeretnék nektek bemutatni, ez a nagyon-nagyon klasszikus Steyr-Mannlicher Model M, illetve ez az egész fegyvercsalád, amelyet ugye persze már nem gyártanak, de nagyon gyakran felbukkan a használt piacon. Természetesen erről a fegyverről is készítettem egy gyors prezentációt, de utána még végig tudom mutatni ezt a fegyvert, hiszen itt van a kezemben, hál' Istennek. Akkor kezdjünk is bele. A prezentáció címe, ahogy említettem, a klasszikusok klasszikusa, mert hogy azt gondolom, hogy európai, közép-európai szinten ez tényleg egy klasszikus fegyvernek számít. Ez a Steyr-Mannlicher Model M, illetve említettem, hogy ez egy modellcsalád, illetve egy periódus, amiben ezeket a fegyvereket gyártották. Ennek a modellcsaládnak nem csak a Model M, hanem az SL, az L, az S és az ST is tagja. Ezek ugye tokméreteket jelentenek, és hogy milyen kaliberekben gyártották, ugye ez van összefüggésben, hogy milyen tokméretről beszélünk. Csapjunk is bele. Az első és általában mindig föltett kérdés, hogy mit érdemes röviden tudni erről a fegyvertípusról. Talán mindenki ismeri, nem kell taglalnom, ez egy forgótolózáras, szekrénytálas ismétlőpuska, melyet 1963 és 1996 között gyártottak, elég nagy darabszámban, és elég közkedvelt volt mind Közép-Európában, mind pedig Nyugat-Európában. Leges-leggyakrabban jobbos kialakítású fegyverekről beszélünk, illetve jobbos kialakításban gyártották, de létezik belőle balos kivitel is, csak ez nagyon-nagyon ritka. Ahogy említettem, ezek a betűkódok, például az M, az a médiumra utal, tehát a közepes tokméretre utal, de 5 tokméretben készült a fegyver. Legalább 28 féle kaliberben, ez igazán szenzációs, tehát 28 féle kaliber tudtam én összeszámolni, amiben felelhető ez a fegyver. Egészen a 222 Remingtontól 458 Winchester Magnumig, és a 222-es Remington mellett leggyakrabban felbukkanó kaliberek még, amiben megvásárolható a használt piacon ez a fegyver, az 5,6x57-er, ami nagyon jó, kicsit régebbi, most már feledésben merülő kaliber, a 243-as, szintén picit háttérbe szorult, 6,5x57, 7x64, egyébként ez a fegyver is 7x64-es kaliberű, a 30-06-os, 8x57 JS, a nagy klasszikus, ami igazán kiemelendő az a 8x68-es, hiszen a legtöbben nagyvad vadászatra ezt a 8x68-eset keresik Steyr-Mannlicherekben, és 9362-est. Természetesen gyártották ezt még 300-as Winchester Magnumban, és ahogy említettem, egy csomó más kaliberben is, csak azok sokkal-sokkal ritkábbak. A legjellemző csőhosszok, amivel találkozhatunk, az 508 mm-es, a Stutzni, a 600 mm-es, ez az abszolút standard csőhossz, vagy 650 mm-rel Magnum kaliberekben. Kovácsolt cső jellemzi, az alap jellegzetessége, ez a spirális kovácsolási nyomokkal rendelkező cső, ami hát már messziről virít, hogy egy Steyr-Mannlicherrel van dolgunk. A felülete, a fémfelületek felületkezelése, ez egy kifejezetten magas fényű, nagyon jól ellenálló, barnított fémfelület. Eredetileg mindegyik ilyen fegyvert nyílt irányzékkal gyártották, hogyha már nincsenek rajta az irányzékok, akkor vélhetően azt utólag távolították el róla. A leggyakoribb tárrendszer, ez a műanyag csigatár, amit itt a képen lehet látni. Tulajdonképpen ez majd később a problémáknál ezt fel fogom vetni, ez a legérzékenyebb része szinte az egész fegyvernek. A luxus modelleknél egyenes soros szekrénytárat is alkalmaztak,
az egy sokkal jobb és sokkal stabilabb megoldás, ott ugyan más hibák is jelentkezhetnek, de az minden esetre egy sokkal stabilabb, robosztusabb rendszer, mint a csigatár. Ami még jellemző, ez a műanyag sátorvas és a tárkeret. Tulajdonképpen a tár mellett ez a másik műanyag alkatrész, ami ezeknél a fegyvereknél előfordulhat. Vannak olyan modellek természetesen, ahol a sátorvas és a tárkeret is acélból van, de az sokkal-sokkal ritkább. El kell mondani a fegyverről, hogy függetlenül a tok mérettől rendkívül robosztus tok szerkezete van, és a zárolása is rendkívül robosztus. A zárolását 6 reteszelő szemölcs oldja meg, és ami nagyon érdekes a zárolásban, hogy a 6 reteszelő szemölcs az nem a zártestnek az elején, tehát a töltényűr felüli oldalán, hanem hátul, a hátsó tokrészben záródik bele. Jellemző erre a fegyvertípusra a felső biztosítás, amely határozottan és csendesen biztosítható, tehát itt ugye csak a későbbi modelleknél jelenik meg a nyakbiztosító, ezeknél a régebbi típusoknál a zárkar mögött helyezkedik el a biztosító, és biztosított állapotban egyébként a zárat pedig nem lehet kinyitni ennél a típusnál. A leggyakoribb ezeknél, illetve a korábbi modelleknél az a német stekker, az a két billentyűs változat, amelynél ugye a hátsó billentyű a gyorsító, az első billentyű pedig az elsütő billentyű. El kell mondanom, hogy ez az elsütési rendszer eléggé bonyolultnak látszik egyébként az is, viszont nagyon-nagyon finomra hangolható. Egy tényleg ebben a korosztályú fegyverkategóriában az egyik legprecízebb elsütésről beszélünk. Csak a későbbi időszakban, a 90-es években jelent meg ebben a fegyverben a francia stekker, azaz egy elsütő billentyűs sütés, ami tulajdonképpen a billentyűnek, ugye az egy elsütő billentyűnek az előretolásával gyorsította be az elsütő szerkezetet. Magának a fegyvernek a teljes tömege az olyan 3 kg körül van, ami azt gondolom, hogy simán felveszi a versenyt a ma gyártott fa ágyazású fegyvereknek az össztömegével. Természetesen ez a tömeg üres állapotban, töltetlen állapotban és tárcső nélkül értendő. Többféle tusa kialakítással találkozunk, leggyakrabban disznóhátas pofadékkal, illetve Monte Carlo típusú agyazással, de későbbiekben, a 90-es években már megjelent a bajor pofadék is. 80-as években ezt a fegyvertípust már beddingelték, azaz némi műgyantával az illesztéseket, tehát a fa és a fém illesztéseit sokkal pontosabbra csinálták, és egyébként 80-as évek közepétől már mindegyik fegyvernél lengőcsőről beszélhetünk, azaz nem ér hozzá az ágyazáshoz a fegyvernek a csőve. Jellemzi ezt a fegyvert, ez az erős, markáns fishhawk, tehát hogy erről biztosan nem csúszik le az ember keze, az tuti, tehát szinte vágja az ember kezét, olyan erős fishhautot vágtak, mind az előágy részen, mind pedig a markolat részen. És igen, hát mivel használt fegyverről beszélünk, azért beszéljünk a fegyver esetleges meghibásodásáról, hibáiról is, amivel mondjuk találkoztam így a pályafutásom alatt. Az egyik leggyakoribb hiba ennél a fegyvertípusnál, ez a tár meghibásodása, erre utaltam már korábban. Itt tulajdonképpen, amire vigyázni kell, vagy amit meg kell figyelni egy használt fegyveren, hogy leesette például a tár, mert hogyha töltött állapotban a tár leesik, kicsúszik az ember kezéből, akkor majdnem biztos, hogy repedni, törni fog. Ilyen esetben egyébként léteznek gyári javítókészletek, meg lehet javítani a tárat. Ha cserélni kell, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy az egyik legdrágább tár
ez ebben a kategóriában beszerezhető a tár természetesen, de nem olcsó, érdemes egyébként elgondolkodni a javításán. Még a tár hibáiról annyit el kell mondanom, hogy néha előfordul, hogy a tárugó legyengül, ebben az esetben nem adja föl a csigatár megfelelőképpen az adott lőszert, illetve még a tárrögzítő fülek szoktak előregedni, letörni, ezeket is lehet egyébként cserélni, pótolni. Tulajdonképpen, hogyha egy ilyen tárfelújító szettet vásárolunk, akkor mondjuk fél árban kijövünk, mintha egy másik tárat vásárolnánk. Ugye beszéltem, hogy soros acéltárral is gyártották ezt a fegyvert. Az acéltárnál is vannak kisebb-nagyobb hibák, hiba lehetőségek. Ott elsősorban a tár ajkak sérülése, illetve kitágulása, kifeszülése okozhat adogatási nehézségeket. Hiba lehetőség, ez a sátorvasnak, ami ugye nem vasból van, hanem többnyire műanyagból készül, a sátorvasnak a repedése, törése. Erre minden esetben oda kell figyelni, ezt nem sokára be fogom itt élőben is mutatni, hogy mi az, amit meg kell néznünk a fegyverem. Szóval ez a sátorvas, hogyha megreped, ez egy komoly összeget jelent egyébként, hogyha ezt pótolni kell. Minden alkatrész egyébként rendelkezésre áll mai napig a legrégebben gyártott darabokhoz is, viszont el kell mondani, hogy nem olcsó. Elő szokott fordulni még vele hüvely kivetési probléma, ez elsősorban a hüvely kivetőnek a működéséből, illetve a hüvely kivetőhöz kapcsolódó alkatrészeknek a kopásából eredhet. Ezt is érdemes kipróbálni, érdemes kivinni lőtérre és egy tesztet lőni vele, és ezeket a tározási, hüvelykivetési problémákat felderíteni, ha vannak ilyenek. Ami előfordult még, az a repedések a tusán. Ugye el kell mondani, hogy maga a tusa szerkezet, főleg a szekrénytár környékén nagyon-nagyon vékony. Itt, hogyha a fegyver leesik, vagy eldől, akkor először itt szoktak kialakulni mondjuk törések, repedések. Tehát a tár szekrény felett mindenképpen érdemes átvizsgálni a tusát, nincs-e repedés benne, vagy kezdődő repedés, mert ha valahol elindul, akkor ezen a legvékonyabb terhelésnek leginkább kitett ponton kezd el repedni a tusa. Ami még előfordult, a kilőtt cső és csődudor, el kell mondjam, hogy ugye a fegyvereknek, ezeknek a használt fegyvereknek egy része Ausztriából érkezett korábban, és érkezik most is, és az osztrák kollégák főleg az ilyen 243-as, 7x64-es, 30-06-os kaliberben elég sokat és tisztességesen gyakorolnak, járnak lőtérre, és hát ezek a csövek igénybe vannak véve, és akármilyen jó minőségű acélból is van, mert hogy igen-igen jó csövekkel gyártotta, ugye ez messzeföldön híres minőségű csövekkel gyártotta a Steyr ezeket a fegyvereket, de el kell mondjam, hogy ki lehet lőni a csövét ennek is. Azért érdemes megnézni a csöveket, belenézni esetleg endoszkóppal, hogy nincs-e kilőve, mert a csőcsere egy ilyen fegyveren azért elég kellemetlen dolog. Költséges is, és kicsit azért bonyolultabb is, mint egy Mauser típusú fegyveren. Még előfordult egyébként csődudor, ez elsősorban az olyan puskáknál fordulhat elő, mondjuk a Stutzniknál, a rövidebb csövű változatoknál, ahol hajtásba járnak az emberek gyakran a fegyverrel, esetleg belekerül valami szemét, vagy földarab, vagy ága a csőbe, és mondjuk csődudor alakul ki általában a cső végében, ezt is mindenképpen érdemes lecsekkolni. És itt ezen a képen látható a drága eredeti tárcsőszerelék. Nagyon gyakran többfajta tárcsövet szeretnénk felrakni a fegyverre. Ugye egy kifordítható szerelékről, gyári szerelékről beszélünk, ezt is be fogom gyorsan mutatni itt élőben is. Ezek a szerelékek aranyáron mennek,
Tehát meg kell becsülni, hogyha a fegyverhez kapunk egy ilyet, egyébként egy nagyon precíz, tényleg jól működő szerelékről beszélünk, viszont ha felső részt kell újat vásárolnunk hozzá, vetekszik az ára esetleg egy olyan megoldással, hogy átépítjük az egészet mondjuk Picatinny vagy Weaver sínre, ami nyilván nem annyira klasszikus és tetszetős, de sokkal-sokkal praktikusabb, és a vége biztos, hogy olcsóbb is lesz. És akkor milyen eredmények érhetők el pontosságban ezzel a fegyvertípussal? Simán felveszi a versenyt a magyar ott bármelyik középkategóriás fegyver pontosságával. Én egy háromlövéses lőképet csettintettem csak oda, egy 25 mm-es szórást tudtam lőni kapásból százon mindenféle rákészülés és lőszer variálás nélkül. Szakó, hammerheaddel lőttem egyébként. Tulajdonképpen nagyon tényleg nem kellett rákészülnöm erre, azon kívül, hogy belőttem a fegyvert. Rendkívül egyszerű tárcsövet tettem egyébként a fegyverre, tehát egy régi doktor tárcsövet raktam föl rá, tökéletesen működött a fegyver. Ami látható itt a videón, amit elindítok itt a közepétől még egyszer, hogy tulajdonképpen a lövés karakterisztikában a visszaható erőben, a vára visszaható erőben tulajdonképpen pont ugyanazt tudom elmondani a fegyver tulajdonságáiról, viselkedéséről, lövés közben, mint bármelyik hasonló kategóriai fegyverről. Nagyon jó, nagyon kezesen viselkedik egyébként lövészet közben. És akkor fussunk végig még egyszer a fegyverem. Említettem, hogy használt fegyver vásárlás esetén mindenféleképpen első körben érdemes megnézni a tusa szerkezetet, hogy az nem törött repette. Említettem, hogy a legérzékenyebb pontja a társzekrény fölötti rész. Itt érdemes megnézni, hogy induló repedés nincs-e benne. Említettem azt, hogy a műanyag alkatrészek törése, repedése az kritikus lehet. Elsősorban itt az első és a hátsó csavarnál szokott törni, repedni, vagy előregedni a műanyag. Ezt mindenképpen érdemes megvizsgálni vásárláskor. Említettem még a csigatárat, hogyha csigatáros fegyverről beszélünk, ez a hátsó lap, illetve rögzítő fülek szoktak megrepedni, eltörni, érdemes a tárazást kipróbálni a fegyverem. Említettem még, hogy a drága feleléket, ha kapunk a fegyverhez, akkor az nagy kincs, mert hogy ennyire könnyen és pontosan be lehet pattintani a szereléket, illetve vissza lehet helyezni zárt állapotába, és ezt elmondhatom, hogy tényleg nagyon-nagyon jól visszaáll, ez egy kiváló szerelék. Ugye a csőről említettem, hogy gyárilag irányzékokkal van ellátva, amelyek egyébként nyílt irányzékként használva is nagyon-nagyon jól látható irányzékot adnak. Beszéltünk a csőről, magáról, hogy azt érdemes mindenképpen megnézni, átvizsgálni, hogy ne legyen benne véletlenül sem dudor, illetve, hogy a gyorsabb kalibereknél nehogy ki legyen lőve a csöve. Hát nagyjából röviden ennyi, amit el tudok mondani erről a fegyverről. Remélem, hogy érdekesnek tartottátok ezt a rövid kis videót. Ha igen, akkor kérlek, osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel is, és nem sokára jövök vissza egy másik hasonló fegyverrel, amit remélem, hogy örömmel vártok majd.